A Magyar Honvédség Székesfehérvár helyőrségi zenekara nyitotta meg a Magyar Honvédelem napja alkalmából rendezett ünnepséget a Vörösmarty Színházban csütörtökön. A Fehérvár köszönti katonáit gálát 1996-ban rendezték meg először, és azóta nagy hagyományt teremtett városunkban. A megjelenteket Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András köszöntötte ünnepi beszédében, ahol kiemelte a honvédség tevékenységének fontosságát városunkban. Mindig nagyon fontos katonai alakulatok állomásoznak Székesfehérváron, ráadásul nem csak Magyar Honvédség tagjai, hanem a NATO szervezeti egységei is. Ez is azt gondolom, hogy fontos, a szövetség tagjainak is köszönetet mondjunk ilyenkor a közös munkáért, a közös erőfeszítésekért. Hálát egy díjjal, akár több díjjal kifejezzük azon katona és katona családok irányába, akik ezért sokat tesznek, hogy mi biztonságban és nyugalomban élhessük. A Honvédség és Társadalombaráti Körök Országos Közhasznú Szövetsége, azaz a HTBK minden évben átadja a Gyurica emlékgyűrűt azoknak az aktivistáknak, akik leginkább megfelelnek a szövetség alapítójának, néhai Gyurica Béla vezérezredes államtitkár, országgyűlési képviselő szellemiségének. Idén 22. alkalommal Kovács Györgyöt és Csákvári Sándort érte a megtiszteltetést, akik a HTBK debreceni és kalocsai szervezetében tevékenykednek. Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata is minden évben tiszteletét fejezi ki azok iránt, akik a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A Sipos Gyula díj 2024-es év díjazottja Vokla János, aki a Magyar Honvédség kötelékében és a székesfehérvári helyőrségben kiemelkedő munkát végzett. Gyurica tábornok Fehérvár az 5. a rendszerváltás megelőzően a fehérvári hadsereg parancsnoka volt, később országgyűlési képviselő lett, és a HTBK egyik alapítója. Ő szorgalmazta talán legerősebben azt a gondolatot, hogy hozzuk össze a társadalmat és a honvédséget, ne legyen közöttük szakadék, próbáljuk azokat az értékeket átvinni a civil társadalomba, amelyet a honvédség képvisel. Az este a Magyar Honvédség Székesfehérvár helyőrségi zenekarának gála műsorával zárult a Vörösmarty Színház nagy színpadán.